aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Cseh Sándor, Európa-bajnok, ökölvívó edző. Szervusz, üdvözöllek! A Digno Sporthíradó 10 éves fennállása alatt még egyszer sem sikerült beszélgetnünk. Most végre összejött. Kezdjük el legfrissebb dolgokkal. Ugye most volt a fiataloknak az országos bajnokság, vagy a serdülőknek. Versenyzőid, hogy hát szerepeltek? Két gyerek indult, sajnos hát véleményem szerint, mert nem csak véleményem szerint, az egyiktől elvették a mérkőzést. Kis súlyú gyerek, sajnos bírók úgy látták, mi nem úgy láttuk, meg hát a közösség közé is nagyon sokan nem úgy látták. A második gyerek... De magyarok a fügyszó volt, meg minden más igen. Tulajdonképpen véleményem szerint megnyerte a gyerek. Csak hát a bírók... A másik az meg papír. Hát nem. Hát az igazság az, hogy nagyon jó helyt állt ő is. Szóval tulajdonképpen nem volt olyan nagy különbség. Elvesztette. Volt már olyan ökölvívód, aki bajnokságot nyert, magyar bajnokságot? Hát sajnos egy nehézsúlyú gyerek van nálunk, aki egy-két évvel ezelőtt a magyar bajnokságon indult, tehát fiatal gyerek, ő második lett. Tehát kezében volt egy győzelem, csak hát újonc, úgyhogy még lehet belőle, nem tudjuk. Mennyire emlékeznek rád az emberek? Mennyire tudják, hát, ki az a Cseh Sándor? Hát az igazság szerint, aki az ökölvívással foglalkozik. Vagy jó, foglalkozik. Az a szűk réteg, de azon kívül? Azon kívül nem nagyon szerintem. Nem tudják. Nem. Jó, akkor menjünk vissza a múltba, megengeded. Igen. Kezdjük 73-an, tudom, hogy 1972 fényesebb a te lelkednek, szívednek. Nem, hogy kitérünk rá, hogy miért. 73 Belgrád, Európa bajnokság. Igen. Váltósúly, megnyerted, Európa bajnok lettél. Igen. Azt lehet mondani, hogy akkor kézbe veregetted magad a válogatottba, akkor ott hát vagy. Hát az igazság az, hogy már előtt is én voltam válogatott, szóval kerettag voltam, csak hát nem jött úgy össze. Hát meg volt egy Kardi János. Igen, hát a Jancsi ez egy nagyon nagy boxoló volt, szerintem a világ egyik legnagyobb boxolója. És egy súlycsoportban volt. Egy súlycsoportban, igen. Én nagyon szerettem vele boxolni, mert erős volt, technikás volt. Én szerintem a világ egyik legjobb ökölvívója volt. És akkor visszavonult? Jancsi visszavonult, 72-ben még kim volt az olimpián, ott ezüstérmes lett, meg is nyerhette volna, de hát most ezt nem részletezzük. 72-ben az aranykeszű bajnokságot megnyertem, akkor visszajöttünk, és akkor 73-ban az Európa bajnokság. Tehát így van, tehát az olimpián még kint volt a Kardi Jancsi, viszont az aranykesztyűn, ami akkoriban nagyon-nagyon nagy... ranggal bírt, ugye kubaiaktól kezdve mindenken úgy, de azt megnyerted. Az azért volt nagy, mert ott 11 első közül kiválasztották az első hármat, tehát a 11 bajnokból. Megelőztem egy orosz világbajnokot. Az lett a második, tehát az ezüst plakettos, és egy kubai lett a harmadik. És hogy te emlékszel, akkor van kesztyűt még magyar bunyós nem is. Nem nyert soha. Tehát 72 aranykesztyű, 73 Európa bajnok. Igen. És utána egyes hírek szerint sorozatos balhé miatt 10 évre eltiltották a bunyótól. Hát először itt tiltottak el az EB évibe sajnos, mert... 73-ban? 73-ban. Na, mi történt? Volt egy sporttársam, szegényként már azóta nem él, nagyon jó boxoló volt, magyar bajnok volt. Kimentünk a edzőtáborból, ott iszogattunk, aztán kicsit sokat iszogattunk. És akkor... Hát sajnos majdnem, a haverom majdnem megfagyott, mert ugye tél volt, visszaértünk, hát talán egy 10 perces utat másfél óra tettünk meg, amire visszaértünk. Az volt a szerencsénk, hogy hát ő bement a táborba, bekopogott, aztán összeesett, legurult egyről. Szóval hát a lényeg az, hogy nem a sok ital, mert tényleg ittunk, hanem a fogyasztás elég sokat fogyasztottam én 6 kilót a súlyomra. Tehát és hamar, akkor ez megtörtént, edzőtáborban ez a kis fegyelmezet. És akkor mi történt? Sajnos ezzel nagyon mennyi sokat időre vesztettem. Hát akkor eltiltottak 2 év nemzetközi, 1 év hazai mérkőzéstől. És akkor fél év után nekem elengedték az eltiltásomat, vált kérvényeztük, elengedték, az újpesti dózsa színeiben voltam akkor, sajnos, és
elengedték az eltiltásom, és utána újra boxoltam. És akkor 70, nem emlékszem pontosan, 75, amikor is, akkor megnyertem a magyar bajnokságot egy súlya följebb, és akkor jött az Újpest, akkor tehát még sok nemzetközi versenyen voltam kint, belügyi Spartaki Áda Dózsával, ott is aránylag jó helyt álltam, és akkor úgy volt, hogy 80-ban még a Paplaci kivisz az olimpiára. Csak hát ugye az Újpesti Dózsa ez a, nem itt mondjak le, egy erőszak szervezet volt. Kértem, hogy engedjék el az eltiltásomat, Paplaci kivisz az olimpiáról, jól ment a box. És akkor az öreg ki is akart vinni, de Dózsával nem lett egy szót, érte, nem tudtak. Nem tudott segíteni ő se. De miért nem? Hát mert a Dózsa, hát ez nem volt. De miért, ha valamiért pekkeltek rá, haragudtak rá? Nem. Az igazság az, hogy korrektek lettek volna. Most én nem szidom az egyik rendszer sem, mert semmi, én nem vagyok politikus. De az a rendszer, ami akkor volt, nem volt rossz szerintem. Csak az volt a baj, hogy ezek terrorral intéztek mindent. Tehát... Jó, de ez a 10 éves eltiltás, igen, ez miért jár? Hát ez azért, mert azt mondták, hogy sportszerűen életmódot folytatok. És nem úgy volt? Hát én minden versenyen helyt álltam. Az oké, na de most... a versenyen edzésen kívül... Nem, már voltak persze piáttunk, voltak balhék, de nem ezek... Meg voltak verekedések is. De most hagyd mondjak valamit, én nem akarok egy sportágbeli sportolókat se bántani. Most nem nevezem meg azt a sportágat, mert nem bántom persze. őket. Én el a 100-szor nagyobb balhékat csináltok újpesti versenyzők, mindegy, hogy milyen sportág, mert nem bántom igen. őket. És azt mondták nekik, ennyi volt az egész. Egy egyéni sportolót, már mi dökölvi volt ugye, és akkor eltiltottak 10 év? Eltiltottak. De jártál edzésre, hát, úgy edzettél? Az igazság az, hogy én kirúgtak a rendőrségtől, az Újpesti Dózsa eltiltott, igen. utána ők kértem, hogy engedjék a eltiltáson, boxolni akarok máshol, nem engedték, és akkor volt egy rendőrvezérőrnagy, nagyon rendes ember volt budapesti rendőrkapja, és az Interpolnak volt a parancsnoka akkor. Bíró Sanyi bácsi, és én mondtam meg, hogy Sanyi bácsi segítse, hogy boxolni akarok máshol. És ő nagy nehezen, gondolom szólt ott valakinek, meg jobban ismerte őket, és akkor nagy nehezen 6 év után elengedték tehát főfüggesztették az eltiltásomat. 10 éves igen. 6 évre. És akkor még boxoltál? Utána még igen, utána egész, jó ment utána Bunyó, csak hát ugye, akkor már ugye nem úgy könyvelték el a... Mert akkor boxoltam az építőkbe, akkor lement. Hát sajnos ott megint egy probléma az én hibámból. Úgy volt, hogy kimek Angliába profinak. Mert akkor már a Balatonfüredi sportklubba boxoltam, és már megvolt a engedélyem a miniszterelnöktől, hogy kimessek profinak Angliába. És az ottani edző, ő intézett mindent, és sajnos ott szintén akkor megint az én hülyeségem, volt egy balesetem, és hát akkor az is el... Azért jegyezzünk meg, ha azért nagyon diplomatikusan a részletekről hallgatsz, igen. hogy azért volt egy-két. Persze, hát én nem ütöm magam lovaggá, de hát azért az én egyesületemnek nem így kellett volna hozzám álljon. Szóval... És mikor változtál meg? Hát az igazság az, hogy most ahol edzősködöm a Klej Csabánál, nagyon korrekt velem szemben, nagyon rendes ember. Ő segített nekem, ott vagyok mellette, foglalkozunk a gyerekekkel. Mióta edzősködsz? Most már 3 éve vagyok a Csabánál. 3 éve. Igen. Magyarul hány évig voltál távol az ökölvívástól? Hát tulajdonképpen nem voltam távol, mindig közelben voltam. Jó, de nem foglalkoztam. Nem, igen. Ez hát, hány év? Hát elég sokáig. Több évtized, ugye? Nem tudom, mert lejártam, én edzősködtem a volt edzőmnél, akkor még élt a BBK-nak hívták ezt a klubot. Még megvan most is, csak hát több más is meghalt. De hát az régen volt, mikor régen, ott edzősködtem. Régen, igen. Akkor és akkor így a semmiből téged, akkor a Klej Csaba úgy... Igen, hát nekik sokat, nagyon sokat köszönhettek, igen. Úgy elővett? Igen, én tulajdonképpen nem edzőnek akartam hozzá menni, hanem... munkaügyben, mert tudtam, hogy neki van egy cége, és akkor ott akartál dolgozni. Hát, mondom, esetleg tud segíteni. És akkor mondta, hogy menjek oda, és azóta ott vagyok nála. Úgyhogy... Na nem semmi, a Csaba akkor így odafigyelt. Igen, nagyon korrekt ember.
És akkor most már 3 éve akkor rendszeresen lejársz edzésekre? Igen, igen, igen. Foglalkozunk gyerekekkel, vannak ilyen hobbisták, vannak kisebb gyerekek, nagyobb. Hát. Milyen sűrűn mész edzést tartani? Minden nap, melyek szombat-vasárnap kivételével. Minden nap, és hány órát? Többet? Hát több edzést úgy, tartasz? Úgy van, hogy 6 órától van edzés, és mit tudom, másfél-két óra általában. Meg vannak ilyen edzőmeccsek, mint például igen, ma is lesz. Aha. Jönnek le idegen egyesület, és akkor... Egy kis házi mérkőzés. Igen, hát ami... minél több van, annál jobb. Hát azon lehet igazából igen, felkészülni. Lehet így van, felkészülni, úgy van. Mennyit tudsz visszaadni a régi énedből, most az ökölhívóra gondolok, mennyit tudsz a mai fiataloknak visszaadni? Hát vannak nagyon ügyes gyerekek, tehetségesek, nem mindegyik fogadja meg azt, amit az ember ugye elmond, de véleményem szerint tudok nekik. Hát, mi volt a te erősséged? Hát én balkezes voltam, és hát az a súlyomhoz képest azért elég jól ütöttem. Akkor megzavartad a normál alap felállásokat? Nem, az igazság az, hogy mindig azt mondja, hogy balkezesek előny, ha nem tudom. Mert én, ha balkezesen boxoltam, engem zavart. Tehát ugyanaz a felállás. Uh-huh. Engem az zavart. De hát a jobbkezeseket azt... Az a... Nagy ütő voltál? Hát ezt nem mondanám, de az átlagot megütöttem. Uh-huh. Bírtad a pofonokat? hát hogy így bírtam. Igen. Szóval arra büszke vagyok, soha nem számoltak ki. Uh-huh. Tehát kiütve nem voltam. Sarcos típus voltál? Bementél és verekedtél? Nem. Vívó, inkább észre boxoltam. Uh-huh. Mondjuk nem is nagyon volt sérülésem. Uh-huh. Egyedül életemben egyszer epett szét a szemöldököm, de sajnos pont egy magyar bajnoki döntőn. Pedig akkor még ugye, akkor is fejvédő nélkül, és nem olyan nagy unciás kesztyűvel boxoltatok, nem, mint mostanában. Az volt a helyzet, hogy belépfeljett a srác, hát szétrepett a szemem, és leléptettek. Ennyi volt össze? Egy összes meccsem volt már. Ma föl akarták adni, már kétszer rászámoltak, aztán utána sajnos szétrepett. Akkor még nem volt az, hogy lepontozzák a meccset, hanem akkor leléptették az embert. Összesen hány válogatott mérkőzésen léptél szorítóba? Hát az igazság az, hogy nálunk ez nem úgy van. Ha válogatottan mentünk. Hát most persze, most beléltem a nemzetközi sok minden. Sok nemzetközi, igen. Nagyon sok nemzetközi verseny indul, nagyon sok, a relatív. Elég sok nemzetközi. Nyertem olimpiaversenyek tornát, aranykesztyű bajnokságot, Folkstream emlékversenyt. Belügyi Spartagiától voltam, négyszer dobogon. Hát az pedig nagyon erős volt abban az időszakban. Hát a legerősebbek voltak akkor ezek a kommunista rendszerek, ezek a BM csapatok. Volt az orosz Dinamo, Légia Varsó. Sőt, nyerni tudtál. Ezek a régi emléktárgyak megvannak, még őrződ vagy már? Sajnos az a helyzet, hogy két Európa-bajnoki érmem van, volt. Kimentem Hollandiába, úgy volt, hogy kimek edzőnek. Akkor még volt, együtt éltem egy kis lányjal, és őt nem tudtam kivinni magammal. Uh-huh. És kimentem, és hát ott sajnos becsaptak. Nagyon, nagyon messze voltam, ez az északi tengernél volt egy város, oda hívtak ki. Uh-huh. És ott egész más volt, amit ígértek. Tehát ezek lágerben voltak, ígérgettek. Uh-huh. Sajnos vissza kellett, hát maradhattam volna, kaptam volna engedélyt, de el kellett utazni Eindhovenba. Belga határ, tehát nagy tortúra volt. És akkor most mennyit őrzöl meg, mit őrzöl? Tudom, hogy újságkivágások, képek vannak. Van, igen. De hát a, érmek, hát én a, sellegek. A fiamnak adtam egy pár érmet annak idején. Jó, az EB aranyérmed. Hát ez kint, erre akartam kitérni, kint maradt Hollandiában. Kint hagytad? Kint felejt tulajdonképpen, az összes ruhám kint maradt, úgyhogy... Nem mondod. De nem, olyan tortúra volt, tehát elmentem bomba a követségben, mert ellopták a pénzem. Uh-huh. És bomba elmentem a követségben, hogy segítsenek. Hát úgy segítettek, mint rajta. Aha. Annyit mondtak, hogyha itthon Magyarországon leteszünk annyi forintot, és akkor ott nekem adnak annyi márkát. Aha. Hát mondom, akkor mondják, merre van Budapest vagy Magyarország, és akkor elindulok gyalog. Uh-huh. És el is indultam. Csak hát ugye nem tudtam átúszni a Rajnát, mert hideg volt. Igen. És nagy nehezen azért hazaértem. 5 nap után. Azért Sanyi, zajlott az élet körülött. Hát eléggé. Családalapítás? Hát van egy fiam, hál' Isten. Hányszor váltál? 2-szer csak. Na jó. Annyira nem zajlott akkor az élet.
Fiadból nem lett ökölvívó? Nem akartál ökölvívót faradni? Nem, a fiam focizott, aztán elment rendőrnek. Na. Én ízét szerettem volna, hogyha a kormányőrséghez menjen. Uh-huh. Na de hát ez lett a izéje, hogy akkor legyél rendőr, uh-huh, kisfiam. És azóta is? Azóta is rendőr, igen. Itt a 9 kerületből. Jól van akkor. El van. Csak hát nem bunyózik. Nem, de hát remélem, hogy nem. És akkor te rád, akkor most már Klein Csaba hosszú távon számíthat, hát, mint edzőre? Hát számíthat, de remélem, hogy ez marad is, mert én hát most az a helyzet, hogy amellett nekem dolgoznom is kell, most én már nyugdíjban vagyok, igen. Na de viszont nagyon kevés a nyugdíjam. És mellette muszáj valamit munkát, csinálni. Tehát igen. Feltétlenül. Mert, igen, igen. Úgyhogy, de azért azt gondolom, lelkednek jót tesz, hogy újra persze, ott vagy a persze, bunyósok persze, között. Persze. Örülök is, mert szeretem nézni, amikor valamelyik gyerek egy kicsit ügyes. Mikor eltávolodtál az ökölvestől, tehát hogy nem voltál se edző, semmi, igen, igen. Akkoriban is figyelted azért az ökölvívó társakat? Igen, figyeltem. Igen, hát az az igazság, hogy hát nem akarom én ezeket a gyereket bátni, de most már abban az időben, amikor én spörtem, ez egy régi duma, hogy ugye az én időmben. Igen, igen, az én igen. időmben azért voltak olimpiai bajnokok, Európa bajnokok, úgyhogy egész más volt. Akkor nagyon komoly volt, komolyabb volt a bunyó, mint most. De hát akkor többen is csinálták. Így van. És azért véleményem szerint akkor, nem tudom, most már azért is tápolják a boxot, nem úgy, mint régen. Régen csak ígérgettek. Milyen a kapcsolatod Csötönyi Sándorral, az a külszövetség elnökével? Hát ez semmi. Semmi? Különösebb probléma nincs vele. Nem, ő hogy fogadta a visszatérésed a sportágba? Hát örült neki, örült, igen. Hát általában aki szeretett a sportot, az én is örülök, ha egy volt ökölvívó, esetleg valamilyen posztot betölt, vagy én nem tudom, hát. Mit szólsz ehhez, hogy az amatőröknél lekerült újra a felvédő? Hát véleményem szerint nem sokat ér ez a felvédő. Egy az, hogy nagyon zavarja az embert, és én láttam olyat, hogy hiába volt ott a fej, mégis szétrepett a szeme. Tehát véleményem szerint nem kell a fejvéd. Maiakat mennyire ismered? Most azokra gondolok, akik például most mennek majd ki a világbajnokságot. Tehát a szűk válogatottak, igen, mennyire ismered? Nem, a... nagyon ismerem őket. Már nem ismered? Nem. Hát azért megnézem, ha van... Ki volt kedvenced az elmúlt időszakból? Erdei, Kokó, hát... Csontörő, Nagyjani... Balzsai, volt kedvenced? Hát persze, nekem mindegyik kedvem, amelyik jó bunyózott. Hát még a rosszul bunyózott, akkor is kedvencem volt, ugye, mert mégis a sportágam. Nekem megmondom őszintén, a mostani a relatív, mert ugye a Kovács Pista, Erdei, Balzsai, igen. Ezek mind jó ökölvívók voltak. Hát nekem a Zsolti nagyon tetszett, mert mikor találkoztál velük? Hát volt, hát most már nem olyan nagyon rég, egy pár hónapja volt egy mérkőzés a volt klubomnál az Újpesti Dózsába. Most már Dózsa csak, vagy mit tudom én, mi lett, vagy Újpest, mindegy. És ott találkoztam vele. Mert találkoztam ilyen zuglói, mert zuglói születésű vagyok, zuglói barátaimmal, és avval dicsekedtek, hogy a Zsoltival találkoztak, és kértek tőle autogramot, és akkor Zsolti korrektul várjatok, és akkor a kocsiba adott mind a kettőnek, igen, egy-egy képet, aláírta nekik. És én meséltem pont a Zsoltinek ezt izén, a Dózsa pályán. Szóval rátírnom, én rá nem hivatkoztak, hál' Istenem. Rám nem hivatkozott senki, meg nem is kell, hát korrekt gyerek, úgyhogy... Élet. Na mindegy. Az aktatott élet után, akkor most már megnyugodott az életed? Tehát most már úgy nyugalom van körülötted, vagy még? Nem, már nincs probléma. Most már nincs? Nincs, hál' Istennek. Egyelőre. Hát remélem, hogy nem is lesz, amíg élek, mert sok probléma volt. Egészség? Hát sajnos vannak problémáim. Vannak problémáim. De hát... Azt mondták, ma addig jó, míg fáj. Hát mondjuk fájni nem nagyon fáj, csak... A vérnyomás, meg mit tudom, a szívem, meg hát ebben a korban már... Ugye, és mozogsz, mikor edzős? Akkor te is futsz velük egy kicsit? Iskolázok, meg szoktunk focizni. Aha. Csak most egy jó ideje már nem fociztunk, mert... Zsákolni nem szoktál csak úgy? Nem. Nem vonsz, hogy
2-3-at csukott bele? Kettőt-három, az elég is. 2-3 az elég. Ebben a korban már 2-3 elég. Nem, focizni szoktunk, én nagyon szeretek focizni. Uh-huh. Amikor eljutottak a Bunyótól, fociztam is egy egyesületbe, úgyhogy mozgás kell. Milyen volt a kapcsolatod Papp Lászlóval? Hát az elején nem valami jó, és utána egyre jobb lett. Mert? Mi volt az elején a gond? Hát, mert én kértem őt, hogy vigyek ki 72-ben az olimpiára, Münchenbe. Igen. És akkor Jancsit vitte ki, mondja, az egyértelmű, mondtam neki, hogy a főnök vigyek ki Nagyváltóba, tehát egy súly a főjebb. Uh-huh. És akkor azt mondta nekem a Laci bácsi, hogy abba bele kell erősödni. És akkor elkezdtem nevetni, mondom, hogy a főnök. Egy hónappal ezelőtt vertem meg nem a Nagyváltó súlyú bajnokot, hanem a középsúlyú bajnokot, tehát még egy följebb. És nem is boxoltam be 3 metet, mert döntő fölnyel uh-huh. vertem meg Gyöngyösön. Egy középsúlyú Kuzma Csaba, nagyon kemény gyerek volt. Gyöngyösön vertem meg, mondom, főnök, 2 súlya följebb vertem meg a bajnokot. Uh-huh. Hova erősödjek még? Mondjuk lehet, hogy ő így látta. Jó, utána én sokat hibázt, mert nyerhettem volna én is olimpiát. Csak hát ugye ez az életmóda nem lehet. Hát amit én akkor... Mi volt az az életmód? Hát nem, hát piáttunk meg, mit tudom, ez nem összeegyeztetett. És a Laci bácsi az... Hát jó, hát persze, hát a Laci bácsi ugye meg semmilyen edző... Amúgy nem... milyen ember volt a Papp László? Nehéz ember volt? Tehát nagyon... Nem. Egyáltalán nem. Inkább befolyásolható volt. Sajnos. Volt nagy lelke? Igen. Nem, egy nagyon jó ember volt. Sajnos túl jó volt. És akkor ezért... Olyan emberek befolyásolták, most ezt nem akarom részletezni. Tulajdonképpen volt olyan, hogy nem is ő ezért a válogatott, uh-huh. hanem más, de most erről nem térek, nem akarok kitérni. Konkrétan tudom, hogy uh-huh. nem ő intézte. Tehát irányító volt, lelke így volt. Van, de egy nagyon jó lelkű ember volt, ezt hozzá kell tenni, és egy nagyon jó ember is volt. Egy jó lelkű, szó sincs róla. Meg vélem szerint az egy világ egyik legnagyobb ökölvívója volt, hát ezt mindenki tudja, igen. Ezt nem kell mondani. Igen. De hát dolgozhattál a kezzel alatt. Igen. Hát, ez egy nagy... Hát büszke is voltam rá. Élmény, gondolom. Hát volt egyszer egy... Bentünk ki Salzburgba, vagy nem is tudom már, Salzburgba. És a válogatott a 4-en voltunk, a Papp Laci ment elől, még valami ilyen, mit tudom én, milyen vezetők, akkor mindig voltak vezetők, a nyugatra mentünk, uh-huh. akkor bőven. És mentünk mögötte, és pont Bécs-Salzburg foci mérkőzés volt. És mentünk a salakon körbe, Laci bácsi elől, mi 4-en versenyzők uh-huh. mögötte, és meglátták a Papp Lacit, leállt a fotballmeccs, közösség fölállt, úgy tapsoltak, focisták is tapsoltak, tehát igen. Mi éreztük jó magunkat, nem ő. Szóval nagy... Tényleg, hogy élte meg, hogy ennyire szerették, hogy ennyien ismerték? Hát azért, mert egy közvetlen, nagyon közvetlen ember. De ezt hogy élte meg? Zavarta őt már? Nem zavart, egyáltalán, nem. Olyanra is képes volt, akkor a Laci bácsival voltunk, nem is tudom, hol voltunk, melyik, azt hiszem Németországban vagy Ausztriában voltunk. Főkérték, hogy boxoljon 2 profival, 2 nehéz súlyú profival, 2 percet. X összeget adnak neki, de most ez nem is, nincs is jelentősége. És ő leboxolta vala 2 nagy bivajat, 2 de vicc volt, szóval játszott velük. De nagyon jó mozgott, pedig akkor Malaci bácsi 60, jóval fölötte volt. És te hogy mozogsz a ringbe, hogyha arra van szó? Hát én nem vagyok nagyképű, de pedig már 63 éves vagyok, de állítom, hogy akik most itt bunyóznak Magyarországon, párat még megvernék belőle. Na de hát ez már nem az én korosztályom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és bízom nagyon benne, szívesen. Hogy még sokáig megmaradsz hát, újra a magyar ökölvívásnak. Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget. Nagyon szépen viszont. További sportosat. Köszönöm.